A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület önkénteseikkel közösen helyi értékpiknik Szent Flóriánért címmel szervezett programot június 7-én a templomtérre. Az akcióval a figyelmet a helyi termelőkre kívánták irányítani, akik munkájukkal egészséges, helyben termelt élelmiszereket állítanak elő. Az önkéntes akcióprogramuknak karitatív célja is volt, mégpedig a templom mellett álló 1882-ben állított Szent Flórián szobor felújításához igyekeztek adományt gyűjteni, amibe bekapcsolódtak a Lenti Mesevár óvoda napsugárcsoportjának apróságai, akik a jelzőzászló gyümölcseit, zöldségeit készítették el, és a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium 10 diákja, akik közösségi szolgálat keretében vettek részt a helyi termékkóstoló előkészítésében és az akció lebonyolításában.